Lakossági fórum Karcagon megemelik az otthon melege program keretösszegét, sült húsok az ünnepi asztalon, drágulnak a sütemények hozzávalói. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2017. december 20-án 18 óra 5 perckor. Pánti Ildikó, a 8-as számú körzet képviselője tartott lakossági fórumot Karcagon a Kádas György iskolában. A beszélgetésen részt vett dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője is. Lakossági fórumra várta Pánti Ildikó képviselő a 8-as számú körzet lakóit a Kádas György iskolába. A köszöntő után a Györfi István Katolikus Általános Iskola énekkara és az Erkel Ferenc Művészeti Iskola növendékei és tanáruk adtak műsort. Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről, az idei gazdasági évről, eredményeiről tájékoztatta a jelenlévőket, akik kérdezhettek is tőle. A magyar mezőgazdaság ebben a nehéz helyzetben is, hiszen szélsőséges volt az időjárás, volt egy baromfi influenza járvány, teljes sertéspiaci válság, tehát nem volt hozzánk egyes az esztendő, mégis eredményesen bizonyított, tudott fejlődni, a gazdák sikeresen termeltek, alkalmazkodtak a szélsőséges időjáráshoz, és ennek köszönhető az, hogy a mezőgazdaságban a foglalkoztatottság, a jövedelem az nőtt ebben a 2017-es esztendőben is. Teleki Zoltán kapitányságvezető a város közbiztonsági helyzetéről szólt. Kovács Szilvia alpolgármester, a legszebb konyhakertek programigazgatója itt köszönte meg miniszter úrnak azt a támogatást, melyet 5 éve nyújt a programban résztvevők számára. 22 karcagi jelentkező, akivel 2012-ben annak idején elindultunk. 2013-ban már 60 település, 939 kertje után az idén 366 település, 2351 kertje mérte össze a szépségét és a gazdagságát. Én úgy gondolom, ez egy nagyon szép fejlődés. Különösen, hogyha azt nézzük, hogy az 5 év alatt 9031 kertnevezésünk volt, és nagyon sok, 7 országból nagyon sok település volt az, aki ebben a programban részt vett. Van, aki csak egy éve, de van, aki már 6. éve nyűvi, úgymond, ezt a programot, és nagyon szép sikereket érnek el. De én úgy gondolom, hogy a legnagyobb eredmény az, hogy 22 000 20 év alatti fiatal tüsténkedett a kertekben. Úgy gondolom, sikerült őket megnyerni, és még további fiatalokat tudunk megnyerni a kertészkedésnek, a föld szeretetének. És én úgy gondolom, hogy a legnagyobb elismerést a kerteseket illeti, hiszen az ő példájukon nagyon sokan kezdtek el kertészkedni. Ezt megkérdeztük, és szinte hihetetlen 9432 kert jött össze. Ez néha úgy jött össze, hogy nulla, akit bevonzott a programba, illetve nem a programba, hanem a kertészkedésbe. Aztán volt olyan értékelőlap, ahol egy, akkor kettő, öt. Aztán volt olyan, hogy 25 kert. Nyilván ez egy óvodai csoport, egy iskolai csoport. Ebből is lehet látni, hogy egy-egy csoportnak, egy óvodának, egy iskolának mekkora húzó, vonzó ereje van. És ezekből a számokból, ezekből az 1-es, 2-es, 5-ös, 25-ös számokból összeért ez a 9432 kert. Ennyi kertet mentettünk meg ezzel a programmal, de én úgy gondolom, hogy sokkal-sokkal több hozadéka van, hiszen nagyon sok emberbe elültettük a kertészkedés csiráját, a magját, és hogyha ezt elültettük, akkor az előbb-utóbb ki is fog kelni. A szerencsi csokoládé történetéről a csoki készítés mindennapjaiba is betekinthettek a jelenlevők Kovács István Szerencsi Bonbon Kft. Tulajdonos révén, aki a szerencsi szaloncukor különlegességekkel is megajándékozta a résztvevőket. Mindig miniszter úr hoz egy kedves vendéget meglepetésként magával, és most éppen őket hozta, talán nem véletlen, Mikulás napján, karácsony közelettével az édességek szempontjából mindkettő nagyon fontos ünnep, és nem véletlen, hogy a Szerencsi Csokoládé gyár kedves munkatársait hozta el ide hozzánk meglepetés vendégként. Négyszeresére emelik a háztartási nagygépcsere alprogram keretösszegét az otthon melege program keretén belül. Az eredetileg 600 millió forintos program így 2,6 milliárdra emelkedik majd.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2017 májusában a háztartási nagygépek energia megtakarítást eredményező cseréjére meghirdetett alprogram eredetileg 600 millió forintos keretösszegét, az óriási érdeklődésre tekintettel 2,6 milliárd forintra emeli. A több mint négyszeres forrás mennyiségnek köszönhetően minden sikeres pályázó megkapja a 25-től 45 ezer forintig terjedő támogatást az energiahatékonyság hűtő vagy fagyasztókészülékek, mosó- és szárítógépek beszerzéséhez. Szabó Zsolt fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár elmondta, a pályázatok elbírálása a végéhez közeledik, várhatóan karácsonyig lezárul. A döntésekről minden pályázó e-mailes értesítést kap. A keretösszeg megemelésével több mint 61 ezer magyar család cserélheti le háztartási gépeit, ezáltal további 12-20 ezer forinttal csökkenhetnek a háztartások éves rezsikiadásai. Az államtitkár az Otthon Melege program másik két párhuzamosan zajló ALP programja kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogyha a támogatói okirattal rendelkező pályázó a beruházás már elvégezte, és most benyújtja a kiírásnak megfelelő hiánytalan elszámolását, akkor az elnyert támogatási összeget még idén kifizetik neki. A 2017-ben fűtési rendszerek korszerűsítésére és a gázkonvektorok cseréjére elindított ALP programokra összesen mintegy 5000 pályázat érkezett be. A megtakarítás éves összege korszerű gázkonvektor beszerzése esetén közel 50 ezer forint lehet, egy kazán cserével pedig elérheti a 100 ezer forintot. A kormány a magyar családok megerősítése, kiadásaik csökkentése érdekében visszanemtérítendő és visszatérítendő támogatásokkal is segíti a lakóépületek energetikai korszerűsítését. A 2014 őszén hazai költségvetési forrásból útjára indított Otthon Melege program eddig több mint 180 ezer háztartás fejlesztéseihez járult hozzá, több mint 27 milliárd forint összértékben. Az ünnepek alatt sokszor sütünk húst, halat és sült krumplit is. A legtökéletesebben úgy tudjuk elkészíteni, hogyha minimális olajat használunk és figyelünk a hőfokokra. A Karcag Televízió ennek járt utána. Karácsonykor népszerűek a sült húsok, az olajban sütött köretek. A tökéletes ízhatáshoz több dologra figyelnünk kell. Szatmári József mesterszakács elmondta, hogyan készíthetjük el tökéletesen az ünnepi menüt. A húsokat nem szabad előre befűszerezni, mert az olajsütésben a fűszerek megégnek és keserül lesz tőle az étel. Azon kívül lehet úgy, hogy elősütjük olaj nélkül, csak körbesütjük a kérgit, és akkor bezárjuk a nedvességet a húsba, és utána úgy beletesszük lassú olajba, szép takarosan, kevesen körbesütjük óvatosan, és közben forgatjuk, hogy mindenütt érje. És az a lényeg, hogy szép kerek legyen, egy nagy vastagabb hús, szebben lehet szeletelni. Akkor ha vastagabb a hús, akkor még le is lehet egy picit takarni, addig, hogy minél puhább legyen. És hogyha kívánja az olajsütésből még egy kemencébe, egy rövid ideig, szintén letakarva, akkor ott lehet folytatni, addig még készen nem lesz, utána pedig pihentetni kell a húst, és kész. Az olajat szükségszerűen cseréljük. Az elhasználódott olaj keserűvé teheti az ételünket. Az a keserű íz az nem illik hozzá, és ezért kell sűrűbben cserélni, de vannak már olyan olajsütőgépek, amelyiknek az aljából különösen lehull ezek a morzsák, és egy szivattyú keringteti benne, vagyis átszűri állandóan a benne levő olajat abba a berendezésbe, és mindig csak pótolni kell utána a friss olajat. A halak sütéséhez nem kell sok olaj, viszont a hőfokra ügyelnünk kell. A vaj és az olaj kombinációja a legideálisabb. A halhoz nagyon minimális olaj kell. Hogyha bőrös halat akarunk sütni, akkor először is a bőrös felinél ottan éppen csak egy olajfilm réteg kell, és akkor ottan a bőre megtartja a halnak az összes elemeit, és akkor utána pedig a halból, ami kijön, kevés kis omega-3, utána, amikor megfordítjuk a halnak a másik felét, akkor ahol nincsen bőr, akkor lényegében tovább sütjük, és úgyhogy minimális olaj kell hozzá.
A köreteket lényegében ugyanúgy kell sütni, mint a húsokat, de a több nedvességgel számolni kell a munkafolyamat közben. A sülkrumplinál is hasonló a helyzet, mint a húsnál. Igaz, hogy a burgonyával egy picivel több nedvesség van, de viszont végnyabbra van vágva, úgyhogy hamar el fog sülni. Majd most itt mindjárt csinálunk egy ilyen próbasütést, amin meg tudjuk mutatni, hogy milyen hamar elkészül egy kevés olajba szelet krumpli. Közeleg a karácsony, a szokásoshoz képest ilyenkor jóval több pénzt hagyunk a pénztárnál. Korán sem csak ajándékokra költünk, az év ezen időszakában az élelmiszereken sem spórolunk. Becslések szerint egy átlag magyar család nagyjából 24 ezer forintot költ majd idén az ünnepi fogásokra. Ebből már elég jó ünnepi menüt lehet összehozni, viszont valószínűleg kevesebb sütit tudunk majd készíteni, mint tavaly ilyenkor. A fogyasztói árak jóval magasabbak, mint 2016-ban voltak. Az elmúlt egy évben a legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk, valamint az élelmiszerek ára nőtt. Utóbbiak ára 3,4%-kal emelkedett, ezen belül a tojás 23%, a vaj, vajkrém 15,4%, a tejtermékek 9,6%, a kenyér 7,5%, a párizsi, a kolbász 7,3%, a sajt 7,1%, a sertéshús 4,1%-kal drágult 12 hónap alatt, vagyis 2016 novemberéhez viszonyítva. Nagyon sokat változott, feljebb mentek, olyan 10-15%-kal a süteményeknek a alapanyagai, mondhatjuk a tejet, a vajat, a tojást, diót, mákot, úgyhogy mindent lehet mondani. És hát van, aki meg tudja venni, de olyan is van, aki olcsóbbnak találja, hogyha ő készíti el saját maga otthon. Keresik a kéztermékeket is, mert mire összeszámol mindent, az alapanyagot, és akkor megnézzük, ami már kész van, nem sok differencia van közte a két ár közt. És akkor nagyon sokan inkább megveszik már a készterméket, mint otthon még kínlódjon vele is. Ki tudja, minél jobban akarja, van úgy rását, hogy annál jobban nem sikerül. Hegyesi Istvánné karcagi nagymama még mindig süt otthon. A beigli és a férje kedvenc rétese nem hiányozhat az ünnepi asztalról. Szoktam sütni, és beiglit, meg diósat, mákosat, akkor szoktam szilveszterre rétes sütni, úgyhogy ezeket, vagy zserbót sütni, akkor mit szoktam még sütni? Parasztkiflit szoktam, lekvárosat, úgyhogy ilyeneket. Hegyesi Istvánné elmondta, hogy a tojására nagyon bosszantja, mert nagyon szeret sütni. A drágulás miatt kevesebb süteményt készít az ünnepeken kívül. Múlt héten vettem 47 forintért, hogy most mennyi lesz, nem tudom, pedig hát a rántott húsihoz csak kell tojás is. Meg a tésztába is csak kell tojás is. Úgyhogy nagyon-nagyon nem jó, főleg hát senkinek se, a sok gyerekeseknek se, meg a nyugdíjasoknak se. A karcagi nagymama elmondta, hogy ilyenkor a család kívánsága szerint állítja össze a karácsonyi menüt, amiből nem hiányozhat a karcagi birkapörkölt sem. Főzök töltött káposztát, húslevest főzök, akkor a csirkét rántok, meg birkahúst főzök. Ez lesz a menü. Ki mit szeret, lehet benne válogatni. Csíkos Sándorné is több süteményt süt az ünnepekre. Hát zserbót készítek, aztán ilyen almás krémest. Egy olyan 15 ezer forint körülbelül, akkor ebbe benne van sütemény minden, tehát. Kincel Tünde nem a hagyományos karácsonyi süteményeket süti az ünnepekkor, hanem próbál valami újdonságot készíteni. Mézest vagy muffin nem feltétlen olyat szoktunk készíteni, mert karácsonyhoz illik. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra nézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu oldalon. Viszontlátásra!